csoda nem jön el. Távoli a laza test közel, irgalom, ami ma nem szokás. Kapcsolódni csak egy gombnyomás. Visszatérv utakon máshogy jársz, józan ész, tereged agymosást. Költöző madarak szelleme, visszaszállni hova kellene. Színre szín, igazi számra szám. Hogyha nyersz, veszíted mind a más. Kezded újra, ami véget ér. Az érvelésed kicsit vérszegény. Fejbe számolod a lényeget. A nap király a holdon kéreget. Megfelezni olyan egyszerű, kétszerezni olyan kétszínű. Összeházasodik mind a nép, együtt indulunk a harcba épp. Színre szín, igazi számra szám. Hogyha nyersz, veszíted mind a mást. Ahogy ígértük, itt is van velünk Balanyi Szilárd. Szervusz, örülök, hogy szia. Sziasztok, jó estét! Az elmúlt időszakodra tényleg elmondható, ahol az élet bezár egy ajtót, ott ki is nyit egy másikat, hiszen a Quimbyvel azért kényszerpihenőt kellett tartani, itt volt a pandémia is, viszont így azért mondhatni, hogy talán több idő jutott a szóló produkciódra. Ugye megjelent az EP-t, 6 számmal rajta, mindegyikhez csináltál videóklipet, most pedig készül a nagy lemez, és nem sokára megjelenik, akkor mondhatni, hogy egy elég intenzív időszakon vagy, túl jól sejtem, ez igaz így? Sőt, benne vagyok. Én inkább úgy mondanám, nem kinyílt egy ajtó, hanem berúgtam egy ajtót erőszakosan. Az van, igen, hogy rengeteg ötletem van, mivel hogy nagyon ráérek, nem nagyon vannak koncertek, vagy csak kevés volt. Napközben a gyerekek suliban, oviban, ezért otthon a zongorámmal egyetemben nagyon jól kijövünk egymással, és rengeteg ötletet rögzítettem, remek zenésztársaim vannak mindenhez, segítők, barátok, akikkel viszont olyan gördülékenyen megy a munka, hogy egyszerűen nekem a legmeglepőbb, hogy milyen gyorsan készülnek el a dalok egymás után, úgyhogy nemrég Pásztor Sámol és Soboler Barbara társaságával fogyasztottunk néhány teát, mert hideg volt a Quimby koncert előtt a backstage-ben, és ott kérdezték, hogyha már ilyen lendületben vagy, akkor miért állsz meg egy EP-nél, miért nem csinálsz nagy lemezt? És akkor mondtam, hogy oké, én benne vagyok, és most éppen ez halad. Ma Simi küldött 2 új ötletnek a kicsit feldíszített demóját, úgyhogy ma otthon énekeltem rájuk, még szöveg nélkül. Honnan inspirálódsz, mert nagyon sok zenésszel beszélgetünk, és azért figyelj, van, aki 3 évente hoz ki egyetlen egy nagy lemezt, és én azt gondolom, hogy te már olyan régóta zenélsz, annyira ott vagy a magyar zenében, annyiszor álltál már színpadon, hogy tényleg ez azért valahol csodálatos, hogy ennyi ötleted van nap, mint nap, és nem fáradsz el ebben, főleg egy ilyen időszak után. A zenésztársak is inspirálnak? Abszolút, abszolút. Már az inspirál, hogy ha már a Simit említettem, de Pacsári Viktor, Bátor Bence, Galambos Dorina, Kis Flóra, ők mind velem játszanak és zenélnek, és egytől egyig olyan emberek, akikkel öröm ezt csinálni. És már az nagyon inspiratív, hogy ha például a Simire fönn volt nálam valamelyik nap, megmutogattam neki az ötleteimet, egyből hozott egy laptop, nagyon vicces volt, mint egy ilyen kis kémtáska, fölhozott egy táskát, kivett belőle egy laptopot, egy ekkora kis zongorát, egy picit, a mikrofont azt én adtam. Na, a lényeg az, hogy fölvettük a 4 dalt ilyen részekben, elmondtam, hogy én mit szeretnék, milyen világot képzelek el, és 2 nap múlva küldte azt, amit én megálmodtam. Nyilván ez még csak az elején nincsenek kész, tehát ez olyan jó érzéssel töltötte, hogy azt mondtam, hogy még 2 nagy lemez. Tehát, hogy így öröm dolgozni, mert azt látom, hogy akarják, és persze inspirálódni egyébként bármiből lehet. Ebből a helyszínből is tök szép a kilátás. De nem menjünk el szó nélkül a dal mellett, amit most hoztál, hogy ez a Színre szín, és hát én ezért nagy ultis vagyok, és szeretem a kártyajátékokat, de szerintem az is egyből a kártyára asszociál, aki nem hozzám hasonló. Tényleg itt ez a szabályrendszer és a kártyajátékkal van valami összefüggés, vagy másról szól ez a... Ezt a szöveget Kemény Zsófi írta, nem én, mert hogy én azt is kitaláltam, hogy most kipróbálom azt, hogy milyen, hogyha írókkal vagy költőkkel dolgozom együtt. Egyébként nagyon jó kis szövegek születtek más íróktól, de erről majd később, hogyha aktuális lesz, beszélek. Nagyon szívesen, csak nem akarom ellőni az összes patront a nagy lemezhez. Várunk vissza téged máskor is, majd szívesen. Nagyon szívesen jövök, tényleg. De akkor nézzünk, Zsófi is nagy ult is, és akkor azért. Direkt megkérdeztem, hogy Zsófi, a költő mire gondolt, amikor írta, és azt mondta, hogy arra,
hogy nem vagyunk egyedül, és hogyha összefogunk, akkor talán van esélye megmenteni ezt a világot. Így nagyon zanzásítva körülbelül erről szól. A kártyajátékot nem említetted, de végül is ebben az a jó, hogy bárki bármit beleérthet és belemagyaráztat. Úgyhogy végül is a költői szabadságnak és az értési szabadságnak is van létjogosultsága. Aki követi a te pályádat, az láthatja, hogy amikor elkezdted a szóló projektet, tehát hogy ennek a nevében is van, akkor még egyedül voltál. Aztán eltelt egy kis idő, és megérkeztek melléd a hölgyek, akik a mai napig egyébként ott vannak, és rengeteg dalodban énekelnek. Hogy alakult ki ez a végleges, nekem már formáció, aztán javíts ki, ha nem így van. Ugye ebben a dalban is például Galambos Dorina énekel, de Soblóher Barbit is említetted, és ők valahogy mindig ott vannak. Hát igen. Igen, én nagyon sokáig, ez egy hosszú folyamat, tehát én egyedül elkezdtem, azt hiszem a Dorina talán 2009-ben énekelt a lemezemen először, és akkor már addig is szerettem így többet magammal énekelni, mindenféle szólamot felénekelni, csak rájöttem azt, hogy ha többen csinálják mindezt, ez sokkal színesebb, sokkal több benne a lehetőség. Nyilván ötletek érkeznek az ő oldalukról is, és egyik gerjeszti a másikat, és aztán egy idő után valahogy ott ragadt a Dorina, aztán jött a Barbie egy EP erejéig, aztán azóta azt mondta, hogy ha úgy alakul jön, meglátjuk, hogy ez sikerül-e, hozzám vetődött Kis Flóra, aki szintén ott ragadt, és az ebben még a jó, hogy egyébként ha van olyan dal, amit úgy érzem, hogy nálam mondjuk izgalmasabban el tudnak énekelni, akkor ott a lehetőség, hogy eléneklik ők, amire egyébként több példa is van már nem tudom, hívjuk életműnek, csak az én nagyon nagy zolós, de hogy azok közül, a dalok közül, amiket én valaha is írtam, vagy csináltam. Ugye beszéltük, hogy tavasszal jelenik meg majd az album, de addig akár most még télen láthatunk téged valahol, vagy lesz valami olyan megjelenés, amiről már itt tudsz beszélni? Hát ha lesz, akkor azonnal sikítani fogok. Most pillanatnyilag nem tudok más, csak azt, hogy kijött ez a videoklip. Ha minden igaz, azért én azt tervezem, hogy februárban egy újabb kis lemezzel jelentkezem, miközben befejezem a nagy lemezt, és a terveim szerint áprilisban jelenne meg a lemez, aminek a címe Na ez az lesz. Na akkor majd ezzel várunk téged vissza, és sok-sok új dallal. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Szépen.